Ugrásszerűen megnőtt a kereslet az ivermektén tartalmú készítmények iránt az állatpatikákban. Mivel a hatóanyagról elterjedt, hogy hatékony lehet a koronavírus okozta betegségek kezelésében, hívta fel a figyelmet a nébih. A hivatal hangsúlyozza, hogy az állatkészítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett, sőt, veszélyes is lehet. Az állatgyógyászati készítmények nem alkalmasak az emberek kezelésére, hiszen ezeket különböző állatfajokon próbálták ki. Ezeknek a, ezeken az állatfajokon igazolták ezeknek a készítményeknek az ártalmatlanságát és a hatékonyságát. Az általunk megkeresett állatpadikákban többen is arról számoltak be, hogy az utóbbi hetekben rengetegen keresik az iver tartalmú készítményeket. Ötösével, hatosával viszik, fogalmaztak az egyik helyen, míg egy másikban már keresztkérdésekkel szűrik a vevőket, hogy valóban állat számára veszik-e a gyógyszert. Ebben az állatorvosi rendelőben főleg injekciós, illetve pasztás készítményt használnak. Óvatosan kell, mert még a kutyák is érzékenyek rá. Az ivermektin egy parazita hirtószer, és nincs emberi használatra, tudtommal törzskönyvezve. Állatoknak használják, erről felvilágosítást is csak úgy adhatunk, hogyha az állatot rendesen megvizsgáljuk, és ennek utána adjuk ezt a gyógyszert. Internetes fórumokon elterjedt, hogy az Ivermectin tudományos eredmények alapján hatásos lehet a COVID-19 megelőzésében és kezelésében. Bár állati készítmények használatára nem buzdítanak, a hatóanyag ma Magyarországon legálisan csak állatoknak szánt gyógyszerekben található meg. Magyarországon törzskönyvezett Ivermectin nincsen. In vitro körülmények között kiválóan pusztítja a vírust, de élő emberben nincs olyan tudományos kutatás, ami egyelőre bizonyította volna, hogy ellenőrzött körülmények között hatékony a vírus ellen. A jelenségre reagált már a Magyar Tudományos Akadémia akadémikusa is, aki kutatócsoportjával évtizedek óta foglalkozik az ivermektén gyógyszerként történő alkalmazásával. Szerinte a hatóanyag az erős transportfehérjegátló hatása miatt rendkívül veszélyes is lehet.